Start! Némi csúszás és kocsicsere után elindul a program. Vaku MQ 7-essel Csordás Emile remek startot vett, mögötte pedig már ott van Primus a második pozícióban, de Pinocchio is remekül kezd, illetve ott van még mellettük. Gyakorlatilag a teljes első sor hiba nélkül jött el a 12 lovas mezőny, és Repeta tudja megőrizni még a falat, ami a második, harmadik pozíciót jelentheti a számára. A harmadik spur pedig Olisszán és Tolnai Zoltán vállalja föl, olyannyira, hogy most már előzésbe is kezdenek, és amikor a lovak majd az elsőgyenesbe fordulnak, lehet, hogy át is fogja majd venni a vezetést. Vaku MQ, Primus és Olisszán fejtüget a kanyar második felében, amikor a lovak most már jönnek az első egyenesbe, mögöttük egy kettes fogat, Repeta színeit látom, illetve Unipress, majd jön Ticket Time a verseny közepén, a mezőny közepén, nagyon jól együtt az egész mezőny, a mezőny végén pillanatnyilag úgy látom, hogy Undercover és Barok Bernadett, de az ő helyzetük sem reménytelen, egy kör van még hátra a futamból. Aki vezet, az Primus, a legjobban fogadott ló, ő vette át, tehát a vezetést, mellette ott kívül jön Olisszán, aki nagyon jól tudja magát tartani, illetőleg ugyanez elmondható Vaku MQ-ról is, aki remek pozíciót tudott magának biztosítani, utána fej-fej mellett a Repeta, illetőleg Unipress következnek, aztán ott kívül láthatjuk versenyezni Velocity-t, Velocity talán javítani is tud majd pozícióján, bent a falon Pinocchio, Pinocchio hátán pedig ott versenyezze jelen pillanatban Utah River, kívülről She's Vivian is talán meg tud indulni, és a legvégéről Undercover az, aki megpróbál még zárkózni a csapathoz. Kettes fogatokban rendeződött az egész mezőny, Primus, illetőleg Olisszán járnak elől, aztán jön Vaku MQ, illetőleg mellette Unipress, de hát több támadás is ki fog bontakozni, itt egészen biztosan akkor, amikor a második spurhoz közelít a mezőny, ott legkívülebb Velocity-t láthatjuk, amint legkívülről megindít egy támadást. Jönnek a lovag az utolsó 500 méterre, és még mindig vezet, most már lassan egy kör óta, Primus, Primus az élen őt támadja, Unipress, Primus, Unipress, a harmadik pozícióban pedig Velocity fog támadni, nagyon jól együtt az egész mezőny, hibázik Nagy Ferenc lova, Pinocchio a mezőny második felében, 3-4-en szinte teljesen együtt, Unipress elég könnyen kézből jön, talán még Vaku MQ is meg tud indulni, mellette az istállótás, Velocity, százzal a vég előtt átveszi a vezetés, most már Unipress, Unipress egy hosszal vezet, Primus egy kicsit kezd fáradni, Unipress nyerheti a versenyt, Velocity sem igazán friss, és a versenynyerő Unipress, Unipress a győztes, Velocity mögötte a második, a harmadik helyre pedig megérkezik Vaku MQ, ez pedig azt jelenti, hogy Primus nincs a dobogón. Start! Starttal indult a Cicero Di Urzulina 5-össel, a favorit közepes startot vesz, hiszen a belső startszámról induló lovak nála jobban indultak, úgy tűnik, hogy várásra próbálja hajtani Hajnal Tibor és Bővel a középmezőnybe. Elmegy vezetni Utódló és Horváth Zoltán. Utódló az élen, mellé pedig fölzárkózik Tündér Rózsa, Utódló, Tündér Rózsa, Jubilihát és Tiara Boss, ez az első négy lósórendje, majd a harmadik pozícióban Urzulina innen próbál meg gyorsítani, tehát abszolút óvatos kezdést követően most már gyorsít a favorit Urzulina, és amikor nagyobb sebességi fokozatra kapcsol 1300-al a vége előtt, akkor át fogja venni majd a vezetést. Urzulina most már ott van a frontban, igaz, hogy még csak a második pozícióban, hiszen Utódló tartja a falat, egy körrel a vége előtt az első kettesokatban, tehát Utódló és Urzulina, mögöttük egy hosszal következik Tündér Rózsa. Utódló úgy tűnik, hogy egy kicsit még gyorsított is, úgyhogy maga mögé utasította még a kanyar előtt egy olyan jó fél hosszal, egy hosszal, a mellette ügető Urzulinát bent a falon nagyon kényelmes helyzetben láthatjuk Tündér Rózsát, aztán pedig Zoltán Ozsvárral, Tiara Bosszínei tűnnek föl a negyedik helyen, majd jön Jubili, hát Doria Doné a következő ügetőnk, és ott úgy tűnik, hogy rajtuk kívül talán még Disney HR is meg tud indulni, ám bátor ő is elég messze van, és Swarovski is kibontakozik, legalábbis maga mögött hagyja Doria Donét. Az élen folyamatosan Utódló, Utódló, tehát visszavert már egy kisebb támadást, kérdés, hogy majd a későbbiekben mire megy Urzulinával, aki a külső spúron üget, és hátránya nagyjából egy olyan hosszra tehető a vezető lóval szemben, Tiara Boss még mindig jó helyzetben várja a folytatást, és ugyanez igaz rajtuk kívül Tündér Rózsára is, ők négyen egy kicsit megszaladtak. Az utolsó 500 méteren belül vagyunk már a vezető négyes nagyon jól együtt, és nagyon úgy tűnik, hogy ők négyen fogják eldönteni majd a versenyt. Utódló a startot a vezet, támadja Urzulina, Utódló, Urzulina, Tündér Rózsa és Tiara Boss. Ez az első négy ló sorrendje, és nagyon messziről Disney HR is most már támadásba lendült. Átveszi a távolszoknál a vezetést Urzulina, Urzulinát támadja Tiara Boss, Urzulina, Tiara Boss a fáradó Utódló, ez az első három ló
sorrendje, 100 méter van hátra a versenyből, és Urzulina a favorit, meg fogja nyerni a versenyt, az utolsó 100 méteren bebiztosítja a győzelmét, Urzulina a nyerő, Tiara Boss mögötte a második, a harmadik helyen pedig majd egy célfotó fog dönteni, mert Disney HR nagyot jött, utódlónak védekeznie kellett, ott nagyon szoros a különbség, Urzulina jól futott, ő volt a favorit. Start. Start elindult az Életkép D13 lóas starttal, elég vegyesen indult a mezőny. Zika BD, az aki Gorán Zolnaival nagyon gyorsan kezdett, és úgy látom, hogy Zsókának nem sikerült az első néhány száz méter, hiszen hibázott is kiesett a küzdelemből. A vezető ló mögé Winner Boy az, aki fölzárkozik második helyre, jól tartja magát Zsófia M, és telekézből szépen megkezdi a zárkózást Hajnal Tibor lova, Villám RG. Mögötte az ő hátán bepróbál följebb zárkózni Zidán, illetve Zidán most már ott van 11-essel, igencsak jó pozícióban, tehát a nagy favorit most már a negyedik helyen látszik, amikor a lovak az első egyenesben járnak. Kettes fogatokká rendeződik az élmezőny, vezet még mindig Zika BD mellett ott van jó pozícióban Villám RG, benne a falon Winner Boy, és a nagy favorit Zidán a negyedik. Zika BD, illetőleg Villám RG tehát vezetni tudnak, miközben egyelőre csak azt rögzíthetjük, hogy Zsóka az, akit kizártak a versenyből itt kívülről, viszont Zidán harmadik spurt is felvállalva a második kanyarban tör előre, és úgy tűnik, hogy akkor, amikor a túlsó egyenesre érnek, le is tud csukni a vezető lónak. Így van, most már egyértelműen Zidán az, aki vezette, mögötte ott versenyez Zika BD, illetőleg a második spurban közlekedve Villám RG a következő lovunk, akit föltűnni láthatunk, és úgy tűnik, hogy vezér az, aki talán veressel megpróbál zárkózni az élcsoporthoz, az élen, azonban egyértelműen Zidán az, aki üget, és Zidánhoz viszont közelít Hajnal Tibor lova, Villám RG, ők ketten fogják véletlenül eldönteni egymás között majd ezt a futamot, Winner Boy ott a harmadik spur környékén, és talán megindul Rangel M is Komáromi Krisztinával, miután befele megy a fal felé. A vezető négyesnek komoly előnye van, vezet még mindig Zidán, Villám RG, akinek korábban voltak jármód problémái, folyamatosan támad, úgy tűnik, hogy Zika BD is egy holdpont után ismét lendületbe tud jönni, és Winner Boy is veszélyes lehet az élen küzdőkre. A vezető négyes nagyon jól együtt, még mindig vezet Zidán, de galoppozik Zidán, szétesett a mozgása, és átvette a vezetést Villám RG. Villám RG most már az élen másfél-két hosszal vezet, mögötte Zika BD, és Villám RG sok betűs verseny után akár győzi, hát a végén Villám RG Hajnal Tiborral megnyeri a versenyt, mögötte Zika BD lesz majd a második, és a harmadik helyre Zsiványka érkezik meg nagy lendülettel. A harmadik helyen azért szép küzdelem volt, Wrangler M is megmutatta magát, és ott volt Winner Boy is végig, dobogó közelben, a versenygyőztese Villám RG. Start. Start elindult az Amatőr Kupa Handicap negyedik futama, Anketcséből nem tudott fölmenni a start helyére, összességében azonban egy jó startot látunk. Underworld tartja a falat, de a favorit Ugolino az gyorsít, és tőle nem meglepetés a gyors kezdés, a negyedik spurban előzze, akár a vezetés is átveheti majd, így aztán igencsak gyors a verseny első fele. Jól kezd Beatrix Galindo AT, és ő van ott a harmadik pozícióban. Underworld vezetett, illetve egészen eddig vezetett, mert átveszi tőle a vezetést Ugolino Ons. Ugolino Ons, Underworld és Beatrix Galindo AT. Ez az első háromló sorrendje, amikor a lovak már az első egyenesben járnak. Nem nagyon tudja fogni, vagy nem nagyon akarja fogni Turbut Ugolino Ons, aki nagyon szívesen megy helyből. Egy kör van hátra, és igencsak jó a tempó. Jó a tempó, de Olajbáró is csatlakozást próbál találni, legalább a második pozícióban versenyző Underworldhöz vezet, azonban a favorit Ugolino Ans, Turbuccal Ugolino Ans jár elől, azonban lépésről lépésre tud hozzá közelíteni Olajbáró, viszont ellene szól, hogy a külső spúron kénytelen menni Underworld a harmadik helyen, aztán pedig következik Beatrice Galindo, AT, majd Ruby Reeves bent a falon, Renoir Leg, aztán Ügyeskét láthatjuk, és ott a háttérből talán Anke Csebl is meg tud indulni, aki zárja a sort.
az ügető sztárhegedű Sándorral, az elején még mindig Ugolino Ansz mellett, mögött pedig olajbáró színeit láthatjuk. Jó helyzetben van még mindig Ander Vörd is, illetőleg Beatriz Galindo, ATM-ből egészen jó befutó is lehet, az ötödik pozícióban pedig egyelőre Ruby Reeves színei tűnnek föl akkor, amikor közelítenek az utolsó kanyarhoz. Érkeznek az utolsó kanyarhoz, a favorit még elől van mellette, ott van olajbáró, illetőleg Ander Vörd, illetőleg Beatriz Galindo, AT. Most húz ismét a falra a vezető Ugolino Ansz, az énesben az a második pozícióban halad, a falon még Ander Vörd, a külső pozícióban pedig olajbáró, és Beatriz Galindo AT a vezető lovak mögül kijöve a harmadik pozícióban elindítja a támadást. Van-e még erő Ugolino Anszban, mert nagyon erősen vezetett, úgy tűnik, hogy nincs. Beatriz Galindo AT-nek fekszik ez a lefutás, Beatriz Galindo AT át tud szaladni mindenkin. Most jön ki a falról Ander Vörd, és akkor még indíthat egy támadást. Az utolsó 50 méter azonban nincsen vita. Beatriz Galindo AT megnyeri a versenyt, Underworld mögött a második, a nagy kedvenc pedig Ugolino Ansz a harmadik helyen ért célba. 4-es, 1-es, 6-os, ez a nem hivatalos befutási sorrend. Start! Start, elindul a verseny, hibával többek között a favoritot, az egyik favoritot, Veronika Flingnek igencsak rosszul sikerült a startja, mert óriásit hibázott még a startot megelőzően. Versenyben van, tehát a mezőny végén kiszakadva a Soldo D-ban, és egyébként Ultimate Sunnak sem sikerült igazán jól a startja, igencsak messze volt, Pálinka is elég óvatosan kezdett, vegyesen jött el a napi főverseny mezőnye, miközben Trencsén vezetés diktálja tempont, Trencsén mellett pedig ott van Magister, Trencsén, Magister, majd Villánvil, mellette második pozícióban uzsorásnő színeit látom, hibázik, Ultimate Sun galopozik és kiesik a versenyből, amikor a lovak már az első egyenesben járnak. Óriási hibával futó Veronika Fling pedig megkezdi a zárkózást. Nagy kérdés, hogy ez mire lesz majd képes. Trencsén minden esetre másfél két hosszal vezet, Trencsén előnye elég tetemes Magiszterrel szemben, majd jön a nagyon jól együtt haladó középmezőny, Ultimate Sun van diszkvalifikálva, megérkezik Veronika Fling. Egyetlen egy lovat diszkvalifikáltak eddig, Ultimate Sunt vezet Trencsén. Trencsén előnye jelentősnek mondható a mögötte ügető Magiszterrel szemben. Aztán itt kívülről uzsorás nő szedi nagyon jól a lábait. Jó helyzetben találja magát továbbra is a Villámvil. Villámvil mellett pedig ott üget Vital RG. Trencsén azonban vezet, Trencsén igencsak meghúzta az első 1000 métert, a bő 1000 métert, és most úgy tűnik, hogy még gyorsítani is tud, esetleg Vital RG az, aki ott kibontakozni látszik egy pillanatban a harmadik pozícióban, és igyekszik közelebb kerülni az egyelőre második pozícióban ügető uzsorásnőhöz. Vezet és hozza a lovakat, némi meglepetésre Trencsén az utolsó kanyarba, és még mindig jelentős az ő előnye az üldözőkkel szemben. A 6 éves Trencsén most is nagyon jó, és a fiatal derbi aspiránsokat igencsak nagy fölénnyel veri, de még azért van 400 méter hátra, szépen zárkózik uzsorásnő, megindulni látszik Villánvil, Villánvil még csak most dobja a versenybe hajtója, az ő hátán jön Übü király, benne a falon pedig Vital RG-vel egy másik tehetséges 4 évessel próbálnak zárkózni, a hibával futó Veronika Flingnek nincs esélye, és az igazi verseny most kezdődik, 200-zal a vége előtt átveszi a vezetést Villánvil, Trencsén nem tudja tartani ezt az óriási tempót, amit diktált. Villánvil gyönyörű győzelemmel kezdi meg az idei szezont. Villánvil a derbi egyik várományosa, nagy sikert aratít rögtön áprilisban. Mögötte Vital RG, egy másik 4 éves megérkezni látszik a második helyre. A harmadik helyen pedig nagy célfotó. Villánvil győz 17.4-es kilométer átlagot ügetve. Napkelte ágaskodott. És start, elindult a futam, állva maradt, úgy tűnik, hogy az egyik lovunk minden esetre elég jó startot vett rajtuk kívül az egész mezőny, és Riddick az, aki vállalja magára a vezetést, Buxát láttam állva maradva egyébként, jól együtt galopozik az egész mezőny, és Buxa most egy a jó 40 hosszal kiszakadva, vagy 20 hosszal kiszakadva próbál a többiek után eredni. A jól együtt galoppozó mezőnyben Miss Marple a második pozíciót foglalja el, egészen jól tartja magát Brian a vezető lovak mögött, és Napkelte is ott van a közvetlen érmezőnyben, majd jön Pókerarc és Navajoik a középmezőnyben haladnak Szatirával egyetemben, a mezőny végén Nokka, illetve mellette galoppozik még Virogenna. Az ezres táblát elhagyva nincsen változás,
vezet még mindig Riddick. Riddick legutóbb is elég sokáig vezetett, és akkor a negyedik helyezést tudott megszerezni. Riddick az élen, és Bryant pedig lovasra szépen föllovagolja a vezető kettős vagy vezető hármas mögé. Jelen pillanatban Napkelte a második pozícióban, Miss Purple a harmadik helyen. Némi meglepetésre Navajót egy kicsit már lovagolni kell lovasának, és Pókerarc is elég nehezen tud jönni, sőt a falon galoppozva folyamatosan kerülik őket a többiek. Riddick megpróbál exökni a többiektől. Riddicknek van 2-3 hosszas előnye Napkeltével szemben. Napkelt azonban talán egy szemre könnyebben galoppozik, Nokka zárkozik kívül remekül, és most már talán elindulni látszik Navajo, és ami nagyon jó Ryan szempontjából, hogy még mindig ott van a pénzügyes helyek egyikén. Még mintegy jó 300 méter van hátra a versenyből, és Riddick óriási előnnyel vezet most már. A távozlaphoz érve Riddicknek van 4-5 hosszas előnye. Riddick az élen. Riddicknek egyre komolyabb az előnye. Most indulnak még csak el az üldözésére Miss Marple, illetve Navajo. Riddick még élen van. Riddick azonban nem biztos, hogy megnyeri a versenyt, mert jön Navajo a végén, és Navajo lehet, hogy a célban elkapja. Navajo, Riddick, Miss Marple. A vége szoros volt. Óriási célfotó fog dönteni a nap első futamában. Minden logében. És start, elindult az 1900 méteres verseny, és Shancy Street nagyon jól kezdett, mellette pedig ott van Grégoire, a legnagyobb kedvenc, és Grégoire fogja venni a vezetés. Per Oster erősen pullózik és beveszi, vagy beteszi a vezető ló mögé lovasa. A szürke tehát nagyon pullózik, Vegája is nagyon jól kezdett, tehát ez az első három ló sorrendje. Jól együtt galopozik az egész mezőny. Classic Fast a mezőny végén a harmadik pozícióban, tehát egy kicsit kívül fog majd fordulni. Mirtusszal sem kapkodnak, és Le Maire, aki elsőre igencsak jó formát igazolt, ő is ott van a mezőny második felében. Igen, közepes a tempó, amikor a lovak most már a metrónál járnak, még mint egy jó 1300 méter van hátra a versenyből, és Grégoire könnyen kézből galoppozik. 1900 méter a verseny, tehát meglehetősen hosszú a nyeretlen mezőnynek, így aztán nagyon megfontoltan teszik meg az első néhány száz métert a lovasok, és véletlenül majd Grégoire most fog gyorsítani az egyenes közepén, amikor az ügető átjárónál járnak a telivérek, az ezres táblát elhagyva. Grégoire még csak most érkezik az ezres táblához, mellette továbbra is ott van Vegája. Grégoire Vegája, ez az első két ló sorrendje, majd a szürke Per Oster. Per Oster most már nem púlózik, hanem szépen galoppozik a vezető ló mögött. Mellettük pedig a kettes számoló megkezdi a zárkózás, Shamsi Street, majd pedig jön egészen kívül Classic Fast. A mezőny végére La Mer esik vissza, néhány hossza lemaradva a többiektől. A lovak már a kanyar közepén járnak, még mint egy 800 méter van hátra a versenyből, és a favorit Grégoire elkezdi hazalovagolni lovasa. Grégoire ritmust váltott, és egyértelműen Grégoire tudja növelni az előnyét, ez most már olyan 3-4 hosszra tehető, amikor a 400-as táblához érnek. Grégoire élen, mögötte jó versennyel mutatkozik be Vegája, és a szürke Per Oster is küzdhet, akár még az ezüstéremért, és a gáton is villogó ló igencsak szépen zárkozik Mirtusszal egyetemben. 150 méter van még hátra a versenyből, a távoszlopon belül vagyunk most már, és Grégoire a top favorit, maga biztosan fog győzni. 1900 méterre fut egy jót Grégoire, Grégoire győztes, Grégoire nyeri a versenyt, a második helyért szép küzdelem, Vegája végül is megtartja a második pozíciót, Mirtus jött föl a harmadik helyre. Start, elindult az 1900 méteres verseny, gyengén indult Ice Hogel, de talán ez még 1900 méteres távon belefér. Elmegy vezetni Rolexbo, illetve benne a falon Shaquette Brown, a régen látott Shaquette Brown az, aki ott van a frontban. Aztán pedig jönnek Ványi, Viola, lovai, egyrészt Méta, másrészt pedig Oscar. Oscar a harmadik pozícióban, mögötte pedig Méta, és igencsak jó tempó itt az 1900 méteres táv elején a kanyarban, köszönhetően Rolex Boynak, illetve Shaquette Brownnak. Shaquette Brown most már lovasa visszaveszi, és Oscar véletlenül elmegy vezetni, szívesen megy helyből, Oscarral pedig fölveszi Rolex Boy a tempót, úgy tűnik, hogy ez akár egy jó próba is lehet nemzeti díj előtt, minden esetre meglátjuk, hogy a Rolex Boy meddig tudja tartani ezt a tempót. Minden esetre a verseny első felében szétszórják a mezőny, de nagyon sok van még hátra. Rolex Boy tartja a falat, Oscar pedig folyamatosan támadja. Mögöttük egy olyan 8-10 hosszal pedig jön Shaquette Brown. Az ezres táblához élve Rolex Boy most már egyértelműen az egyedül maradt az élen. A többiek a középmezőnyben pedig egyelőre még csak utaznak. Perfectu, Dynamit Rude ott a középmezőnyben halad, ott helyezkedik, amikor a lovak most már a kanyar bejáratánál járnak. Még mindig Rolex Boy az élen, mögötte Oscart már egy picit lovagolni kell. Nostra Ballerina kezdi meg elsőként a támadást. Shaquette Brown mellett ott van most már a harmadik pozícióban. Ice Vogel pedig gyakorlatilag esély nélkül fut, és igencsak hátul van Sambo némileg meglepetésre.
Jönnek a lovak most már lassacskán a befutó egyenesre. Oszkár kezd fáradni, támadja, lovagolják most már Rolex Boyt, akit megtámad Nostra Ballerina. Rolex Boy, Nostra Ballerina, ez az első két ló sorrendje, 300 méter van hátra a versenyből, kibontakozik Perfecto, elindul Dynamite Rude, nagyon erős Rolex Boy, a távoszlopnál Rolex Boy ismét vezet 2-3 hosszal, mert Nostra Ballerinának is megtört a lendülete, ez a nemzeti díj előtt egy nagyon jó futás, egy nagyon jó forma lehet, Rolex Boy még mindig az élen, Dynamite Rude azonban ismét támad, Rolex Boy azonban haza sétál, Rolex Boy ifja Fejes Lajossal végigvezetve nyerik az 1900 méteres versenyt. Rolex Boy remek győzelemmel kezdi a 2018-as szezont. És tartani volt az 1600 méteres verseny. Muffin vett jó startot, de már nem ő van az élen, hanem blokád. Az első néhány méter megtétele után Mesutovics a blokád az ére lovagolt, és most már ott van Babilónia, blokád Babilónia, kettő se fog fordulni. Elsőként majd a túlsó oldalra, mögöttük pedig Bubi Pata színeit látom. Nagyon jól együtt galoppozik az egész mezőny, kicsit púlózik Rebel is a mezőny második felében, a mezőny végén pedig Muffin. 1200 méter van még hátra a versenyből, továbbra is nagyon jól együtt galoppozik az egész mezőny. A két dresszes, blokád és Babilónia, ők ketten diktálják a tempót, benne a falon blokád, kívül Babilónia. Az átjárót most már elhagyták a telivérek a külső pozícióban. Bubi Pata kezdi meg a zárkózást a harmadik helyen. Agora benne a falon jól tartja magát, majd jön Rebel és a mezőny végén pedig Muffin színeit látom. A lovak most már a kanyarban vannak. Még mintegy jó 600 méter van hátra a versenyből, nincsen változás, ami az első hármat illeti. A harmadik pozícióban Bubi Pata kíséri a belülvezető lovakat. Benne a falon blokád az élen, második Babilónia, harmadik Bubi Pata. Jól tartja magát benne a falon Ballada. A mezőny végén még mindig Muffin, Rebel is megkezdi a zárkózást. Már lovagolni kell a favorit Balladát, ez némileg meglepetés, így aztán blokád marad egyedül az élen, blokád hátán pedig Ballada ki tud jönni a falról. 350 méter van hátra a versenyből, Muffin a mezőny végéről elindult, és Muffin átszaladhat mindenkin. Agorának nincsen igazán sok helye, és egyelőre Rebel is sem tud támadni. A lovak a távoszloptál járnak, és most már Muffin átvette a vezetést. Muffin az élen, Babilónia ismét elindulni látszik, Bubi Pata, Rebel is közel, Muffin pedig megnyerheti a versenyt, Muffin blokkád, és Rebel is a lovak sorrendje, Rebel is a végén följött második helyre, Muffin nyeri a versenyt. És start, elindult az 1400 méteres verseny, a Gróf Erdődi Rudolf emlékverseny, Turtopári most is helyből gyors, ugrik ki a legjobban a gépből, de elég komótos tempóval is ott van a frontban, nem kezd gyorsan a mezőny, Smilingot várásra próbálják lovagolni, Turtopárival pedig gyorsít, Suták Cseng és elmegy 2-3 hosszal vezetni, az üldözőket Please Be True vezeti, a Szent Tamásiak új lova, Esti Fény a harmadik pozícióban van, majd jön Iron Boy, Nancho, és a mezőny végén pedig Smiling. Az ezeres táblát elhagyva 3-4 hosszal vezet továbbra is Turtupari, sőt most már ezt 5 hosszra se is tudta növelni, amikor a lovak a túlsó oldal végén járnak. Smiling megkezdi a zárkózást Gorán Mesetovicsal, és most már ott van a harmadik pozícióban, Please Be True mellett. A telivérek a kanyar közepén járnak most már, és még mindig Turtupari az éren. Turtupari háromszor futott, háromszor győzött, és most is meg lett majd 2018-ban az első futására a negyedik sikere. Azonban a verseny neheze még hátra van. Lassacskán a lovak megérkeznek a befutó egyenesre Turtupari vezetésével. Turtupari mögött szinte mindenkit lovagolni kell, Nancho egészen könnyen kézből jön, Turtupari pedig a 400-as táblánál elkezdi kézzel lovagolni lovasabb. Turtupari nagyon nagy stílusban mutatkozhat be, Turtupari most már tudja növelni az előnyét, 6-7, akár 8 hossz is, a távoszlopot elhagyva Turtupari nagyon meggyőző, jön Esti Fény némi meglepetésre a második helyre, Turtupari azonban ő sem lesz veszélyes, Turtupárit már föl is tartja lovasa, Turtupári a győztes, óriási stílusban, a nemzeti díj egyik favoritja lesz, Esti Fény mögött a második, Nancho megérkezik a harmadik helyre, 2018-ban, Turtupári a győztes a Gróf Erdődi Rudolf emlékversenyben. Start, elindult a nap záró futama, és jól kezdett a legkésőbb beálló Faster Now, és valamint Larion, Larion elmegy vezetni, és Rose Fire is igencsak jól ugrott ki a gépből, Silver Shams is ott van a közvetlen élmezőnyben, és Cachalón is jól indult, tehát ők négyen, öten a frontban, de Larion most már elmegy vezetni, másfél-két hosszas az előnye, amikor az 1100-as táblához érnek a telivérek, elhagyták az ügető átjárót, és az 1000-es táblához közel, de Larion még mindig az élen. Larion vezet, Larion mögött jön a szürke Silver Shimes, egészen kívül pedig a harmadik pozíciót felvállalva Rose Fire, majd pedig legkívül Faster Nonsense-t látom,
szonja, visszacsúszik a mezőny végére, Amarúzs is igazán jó pozícióban, jól együtt galopozik az egész mezőny, Priament a favorit pedig ott a közép mezőnyben, egy picit még benne a darálóban, innen fog majd talán támadni, amikor a lovak már a kanyar közepén járnak Larion mellé, most már fölmennek a riválisok, Silver Shine támadja elsőként, aztán jön Rose Fire folyamatosan külső pozícióban, és egészen kívül Alma Rózsa, és most már kívül van Priament is, a 9-es a favorit. Jönnek a lovak a befutó egyenesre, 350 méter van még hátra a versenyből, és Faster Now átveheti a vezetést, de Rose Fire most már az élen van. Rose Fire, Faster Now és a favorit. Priament, ez az első háromló sorrendje, Alma Rózsa is elindulni látszik, 100 méter van még hátra a versenyből, hárman szinte teljesen együtt, középen Faster Now, bent pedig a barrieren, Rose Fire az overdose ivadék, Rose Fire még vezet, a célban azonban az osztrák ló. Priament a győztes, óriási küzdelem, nagy célfotó a nap záró futamában, 9-es, 11-es és 8-as lehet a vége a célfotó után.